Az megvan, hogy a Digital World-nél nem csak gyönyörű esküvői fotókat és videókat, de céges promók és rendezvények vagy menő ingatlanok kisfilmjeit is elkészítik neked. Korrekt minőség, remek áron, kényelmesen. A műsort támogatta a kocsiguru.hu. Nekünk fontos a visszajelzés. Ha tetszett a videó, kedveld, szólj hozzá és iratkozz fel. Ha támogatnád a munkánkat, vagy extra tartalmakra vagy kíváncsi, akkor elérhető a csatornatagság funkció is. Ha velünk játszol, akkor egy telefont is nyerhetsz, hogy hogyan, az a videó végén kiderül. A Showtime YouTube csatorna bemutatja. Webkanapén Osváth Zsoltalé és B. Nagy Rékával. Üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcs, egy újabb webkanapé részt. Tudjátok, ez az egy kanapénak a kis tesója, amikor olyan emberekkel beszélgetek, akik tulajdonképpen a webes felületen, Instagramon, YouTube-on, most már tudom, hogy létezik a Twitch nevű platform is, szóval, hogy ott vetették meg a lábukat, hát én meg ugye tévésként bepofátlankodtam az ő platformjukba, úgyhogy úgy éreztem ildomosnak, hogyha természetesen velük is csinálok ilyen beszélgetős dolgot, és hát egy nagyon-nagyon gyönyörű vendégem van, aki nem csak gyönyörű, de nagyon jól énekel, és nekünk családi kedvenc, ugyanis rendszeresen takarításkor Patrik rászokta az indukciós főzőlapot törölgetni, úgyhogy tulajdonképpen a családunk része. Itt van velem B. Nagy Réka, hello! Sziasztok! Nem hazudok, tényleg így van, tehát, hogy nekünk autóban is szólsz, mondom, takarítás közben is velünk vagy abszolút, úgyhogy... Örülök, ez nagyon csodálatos. Abszolút, valami. Mert hogy te ugye énekelsz. Melyik volt előbb, a YouTube vagy az ének? Mindig is a zene volt. Mindig, aha. Én 4 éves korom óta zenével foglalkozok, zenével kelek, zenével fekszem, és igazából... akkor elmondom a sztorit. Csak nyugodtan. Én nagyon ilyen magamnak való magányos gyerek voltam, nagyon magamba fordultam, nem igazán voltak barátaim, és az oviba egyedül a kis mókuskeréken így játszottam, futottam. És akkor elkezdtem énekelni, és rájöttem, hogy ez a zene, ez annyira egy jó, megnyugtató dolog számomra, hogy így hazamentem, mondtam anyáiknak, hogy na, én énekesnő szeretnék lenni. Hát az összes kisgyerek szerintem ezt mondja, hogy hát ő énekes, modern. Színész, igen. És anyukám még mondták, jó, persze. Én akkor mondtam nekik, hogy én csak zenesuliba szeretnék menni, be is irattak, elkezdtem járni szolfésra, hegedülni, később gitározni, zongorázni, tehát ugye én így mindent tanultam, kórusba énekeltem. Aztán valahogy ebből nem nőttem ki, mindig mondták a szüleim, hogy jó, hát akkor legyél, tanuljál még valamit. Én mondtam, hogy nem, én akkor is énekesnő leszek, akkor is meg fogom csinálni, nem érdekel, hogy mit tudom én, esetleg majd a Mekibe kell dolgoznom addig, amíg nem tudok befutni, de én ezt szeretném csinálni. És én nagyon szemezgettem ilyen 8-os, 9-es koromban ezekkel a youtuberekkel, és akkor annyira gyerekcipőben járt ez az egész, és úgy voltam vele, hogy hát... Kik inspiráltak akkor? A Csizmadia Gabi volt az, akinek néztem a videóit, meg Viszkop Fruzsi. Tehát ők voltak azok a ilyen tökéletes youtuberek, és annyira durva visszanézni az akkori videóikat, hogy mekkora kontraszt van a mostaniak között, de már akkor is annyira. Pozitív vagy negatív irányban? Pozitív, tehát nagyon sokat fejlődött a YouTube. És akkor elkezdtem én is, aztán elindítottam olyan 15 éves koromban a YouTube csatornámat, aztán abba hagytam, és 3 évvel ezelőtt indítottam újra, és akkor igazából úgy voltam vele, hogy ez, szerintem ez egy jó platform arra, hogy megismerjenek engem az emberek. És akkor feltartottam az első videót, másodikat, és egyre többek. Mi volt az első videód? A legeslegelsőre emlékszem, ami után abba hagytam, az egy back to school videó volt, hogy hogyan öltözködjél. És az a durva, hogy akkor már nagyon sokan megnézték, akkor ilyen 10 000 megtekintés, az nagyon sok számított, és annyian megnézték. És volt hirtelen egy 2 hónap alatt 6 000 feliratkozóm, és az nagyon soknak számított akkor, csak rengeteget csúfoltak emiatt, kinéztek, stb. Suliban? Aha. 2013-ban valaki elkezdett youtubeozni, nem tudom, hogy ma is így van-e még, akkor ez a suliban ilyen... Cikinek? Vagy... Ciki. Aha. Abszolút. Úgy volt, hogy nyáron kezdtem el, és akkor egy ilyen 2-3 videót már feltöltöttem, és mire bementem szeptemberbe az iskolába, annyira megmaradt bennem, hogy utána marítottak, hogy hé, te vagy a youtuber lány, mit csinálsz te az interneten? És elkezdtek rólam paródia videókat csinálni, amiket feltöltöttek szintén YouTube-ra. Úgyhogy emiatt engem nagyon megbélyegeztek. Hát is gondolom azért 15 évesen ezt annyira nem tudtad feldolgozni. Szerintem tínédzserként az ember depressziós. Legalábbis én az voltam, nagyon. És akkor, amikor depressziós vagy, és ilyen negatív dolgokat kapsz vissza a külvilágtól, akkor hát még inkább magamba fordultam,
És úgy voltam vele, hogy nekem nem kell ez a plusz negativitás a lelkemnek, és ezért abba hagytam. Mit szóltak a szüleid ehhez? Követték egyébként a munkásságodat? Persze. Vagy hogy sőt, nem csak követték, mondjuk kontrolláltak, vagy rád néztek, így lemeózták, hogy jó van kislányom, azért nem tudom, ne köldöki kivágott pólóba poverkodjál 15 évesen? Tehát, hogy ránéztek, persze, mielőtt kiment ez? Nekem a szüleim mindig is figyelték, hogy én mit csinálok az interneten, milyen tartalmakat nézek. Tehát ők abszolút, az anyukám erre nagyon figyelt mindig is, hogy engem úgy szemmel tartson, és ennek nagyon örülök is egyébként. Úgyhogy mindig mindenről tudtak, mindig megmutattam nekik előtte a videót, amit ki szeretnék tenni, úgyhogy abszolút mindent tudtak. Tehetségkutatóban indultál egyébként? Igen. Melyikben? X-faktorban. X-faktor. Hogy? Rögtön kiestem. Bocsánat. Nem azon, nem, de hogy így az első rostán, vagy beventél még tehát a mentorok előtt? Mentorok. Tehát, hogy hogy így sokat foglalkoztak velem, sok interjú volt, tehát, hogy átmentem minden rostán, és mikor oda kerültem a mentorok elé, akkor elénekeltem szépen a dalt, minden, legalábbis szerintem jó volt, vagy bízom benne, hogy jó volt, és akkor közölték, hogy nincs ebben semmi különleges, abszolút szimpátia alapon eltettek. Mikor volt ez? 2018-ban. Igen, uh-huh. Akkor jöttünk össze Dáviddal. Ott ismerkedtetek igen, meg? Igen. Igen, nagyon vicces volt, mert pont volt a forgatási nap, uh-huh. És ilyen, nagyon elnyúlt, és nem tudtuk, hogy na most mit kell csinálni, meg hogy lesz, és akkor Dávid már régebben írt nekem, így az X-faktorral kapcsolatban, akkor elutasítottam az egészet, és akkor ő volt az egyetlen, akit ismertem, és megláttam, és apukám mondta, hogy hát szóljál már neki, megmondom, jaj, de nem merek neki szólni, és akkor szóljál már neki, és akkor utána jutottam, hogy Dávid megfordult, és onnantól kezdve elkezdtünk beszélgetni folyamatosan Messengeren, és emlékszem, hogy ezt írta nekem, hogy meg tudnám szokni, hogy mi beszélgetünk, és azóta meg mennyasszony vagyok. Na, az igen. Együtt is éltek, ugye? Igen. Egy hónapon belül, nem, igazából annyi volt a sztori, hogy először, mikor nála voltam, akkor még ugye együtt mentünk haza, tehát hogy én együtt indultunk el reggel, aztán amikor újra ott aludtam, akkor mondta, hogy tessék itt a kulcs. Uh-huh. Úgyhogy nagyon gyors dolog volt, de én úgy vagyok vele, hogy amikor az ember érzi, hogy megtalálja azt az embert, mert én éreztem, hogy megtaláltam őt, akkor nem éreztem ezt abszolút gyorsnak, hanem olyan helyén valónak éreztem. Persze, ezzel én is így vagyok, tehát hogy szerintem ezt lehet tudni, hogy ki az, akivel, aztán meg mi történik, ha mégse, hát szétköltöztök, hát ennyi, tehát hogy maximum, de legalább az akkori pillanatnyi érzés. Hát és ugye nem is pillanatnyi érzés, mert akkor most vagy 2 éve együtt vagytok, ugye megtörtént az eljegyzés. Abban a párkapcsolatban, ahol az egyik fél, akár a webben, akár a televízióban, bárhol ismert, ott azért mindig vannak nehézségek. Dávid mennyire viseli azt jól, hogy te egy... Imádja, igen? Tényleg? Igen. Nem szokta megnézni a telefonot? Ad ide, kaptál nem a faszhoz képet? Mutasd meg, nem? Nehogyis. És egyébként nem is kapok nagyon üzenetben gyűlölködő üzeneteket se. Hál' Istennek, tehát nagyon örülök neki, hogy Dávid nagyon szereti azt, amit csinálok, meg ugye ő is elindította azóta a YouTube csatornáját. Őnek ez abszolút szimpatikus, és tehát... Jó, de hogy nem féltékeny, hogy fiúk, nem, nincs ilyen? Nem. Gondolom nincs rá oka, de ez ettől függetlenül... Nem, hál' Istennek azért nem. De ez fordítva és is, te? Hogy nem. Te sem? Nem vagy. Igaz, annyira megbízom. Nem úgy várod haza, hogy láttam, hogy lájkoltad a Katinak a képét? Nem. Mind a kettőt? Nincs ilyen? És képzeld, én az előző kapcsolatainkban borzasztóan féltékeny voltam, és nagyon néztem, hogy úristen, akkor most mit csinál? Nyilván adtak rá okot. Uh-huh. De Dáviddal annyira megbízunk egymáson, meg napközben is, vagy 5-ször felhívjuk egymást, csak hogy most gyorsan el kell mondanom neked valamit, meg folyamatosan beszélünk. Tehát, hogy annyira megvan ez most is, meg annyira legjobb barátok is vagyunk, hogy nem, egyáltalán ő az első ember, és remélem az utolsó is az életemben, akire egyáltalán nem féltékenykedek. Uh-huh. Ez még nagyon messze vagyunk szerintem ettől a kérdésről, ha bár ki tudja, azért most már elég fölgyorsultak az események, hogy gyerekről beszéltetek? Persze. Már? Igen? Igen, mi már kb. Akkor elkezdtünk beszélgetni erről, amikor összejöttünk. Helyes, nagyon helyes. Szia, hogy hívnak, Dávid? Szia, én Réka vagyok, én kisfiút szeretnék, én is, mi legyen a neve? Béla, oké, tök jó, összeköltözünk, aha, és milyen legyen a gyerekszobán? De hogy vagy, hogy így kell elképzelni? Nem, teljesen csak, hogy annyira már az első pillanattól kezdve úgy tudtuk, hogy mi egymásnak vagyunk, uh-huh. Hogy így azért szóba került, hogy mi majd, hogyha gyerekeink lesznek, majd, hogyha összeházasodunk, akkor utána, és azóta a napi szintű téma egyébként, főleg miatt eljött el ide a gyerek téma, mert én nagyon anyukatípusnak érzem magamat, imádom a gyerekeket, Dávid is szerintem a legjobb apuka lesz a világon, úgyhogy hát az esküvő után szeretnénk.
Milyen lesz az esküvőtök? Még nagyon kis esküvőt szeretnénk. Most abban majd költözni fogunk, egyébként ott szeretnénk a kertbe. Tehát, hogy abszolút ilyen kis családias hangulatban. Mindenki egyébként azt hitt így a ismerőség között, hogy nekünk biztos nagy esküvőnk lesz. De nem. Nem szeretnénk egyáltalán. És ez a Marvel Harry Potter vonal ez meg lesz. Vegyítve lesz a kettő. Aha. Na de most akkor beszéljünk egy kicsit a YouTube tevékenységedről. Milyen videókat készítesz te? Vegyes. Abszolút. Tehát én azt mondanám, hogy mikor elkezdtem, akkor nagyon ezt a beauty vonalat toltam, és most meg inkább az életemet osztom meg. Tehát, hogy nagyon sok olyan üzenetet kapok, hogy számukra ez egy nagyon jó példa, hogy még léteznek ilyen őszinte és jó kapcsolatok, és hogy ők is ilyenre vágynak. És remélem, hogy ezzel hogy ráismernek az emberek arra, hogy milyen egy jó kapcsolat, és nem maradnak meg egy rossz kapcsolatban. De mondjuk akkor így szerintem tök releváns a kérdés, hogy miből gondolhatja egy YouTuber egy ilyen esetben te, hogy mondjuk az ő életére kíváncsiak az emberek? Vagy miért osztja meg egy YouTuber az életét? Fogalmam nincsen. Mert hogy így, tudod, mert vannak olyan videók, persze értjük a sminkel, és hogy kell tusvonalat húzni, az tök egyértelmű, megtanulod, hogy mondjuk az, hogy valaki a kutyájával foglalkozik, vagy hogy az életéről mesél, vagy bármi, te ezt hogy érzed egyébként? Ez egy olyan tartalom, amiről a YouTube-nak szólnia kell? Szerintem egy részről igen, hogyha jó példát mutatunk a videókban, mert én tényleg nem csinálok semmi olyan negatív, legalábbis én úgy érzem, nem csinálok semmi olyan negatív dolgot a videóimban, ami mondjuk rossz példa lenne, vagy rossz példát mutatnék a mai fiataloknak. És én azt mondanám, hogy igyekszem őket ezzel egy ilyen jó irányba terelni, hogy hogyan is nézhet ki az élet, vagy hogyan is nézhetnek ki az életük. És nem volt még mondjuk, hogy olyan videót osztottál meg, vagy olyan szeretet osztottál meg az életedből, amit később megbántál, és azon az, hogy hát ez lehet, hogy nem kellett volna? Amikor a gimnáziumi bántalmazásomról meséltem, akkor nagyon-nagyon féltem előtte, konkrétan gyomorgörcsöm volt, mielőtt kitettem a videót, és azt hittem, hogy majdnem hánytam, annyira izgultam. És akkor megbántam egy kicsit, hogy kitettem, de utólag nem bánom. És egyébként azóta nem volt olyan videóm, amit bánnék. Uh-huh. Szerettem volna azt, hogy tudják, hogy attól függetlenül, hogy látnak egy lányt, aki most nagyon boldog a videóiba, és tényleg egy vidám életet él, annak van egy ilyen múltja, amit viszont megerősítette, és hogy tudják azt, hogy van segítség. Uh-huh. Mennyire számít az, vagy hogy mennyire fontos az, mennyire központi elem a csatornádon mondjuk különböző cégeknek a támogatása, a szponzorációja, tehát van olyan mondjuk, hogy csak azért legyártasz egy videót, mert nem tudom, el kell adnod egy üdítőt, vagy valamit, tehát hogy e köré építed, vagy inkább fordítva van, és a videóidba próbálod így integrálni ezeket a tartalmakat? Attól függ. Van olyan, amikor kapok egy olyan megkeresést, amire kitalálom a videót, tehát hogy van olyan, hogy mit tudom, én most volt egy telefonos együttműködés, most még nincs itt egyébként ez a videó, és tökre kapóra jött hozzá, hogy szerettem volna mondjuk már egy olyan videót, de kapóra jött, hogy ahhoz meg tudtam valósítani azt. Uh-huh. Tehát egy ilyen fotóhackes videó, és én már előtte szerettem volna, és kapóra jött, hogy a köré fel tudtam építeni. Volt már olyan például, hogy te úgy érezted, hogy hát ezt a videót nem tettem volna ki, hogyha nem kaptam volna érte pénzt? Olyat sose csináltam, nem. Nem, mert alapvetően tudatosan kezdtem el elvállalni az együttműködéseket, tehát rengeteg megkeresést kapok napi szinten, és jó pénzt is ajánlanak, de nemet mondok, mert úgy vagyok vele, hogy nem tudok vele azonosulni, és lehet, hogy mindenki ezt mondja, de tényleg nem vállalom el őket. Pont ezért nem volt olyan, amit mondjuk nem csináltam volna meg, vagy bánok, hogy meg elvállaltam szponzorációt, és megcsináltam a videót, mert nem volt olyan, amit elvállaltam. Uh-huh. Hány évesek nézik általában a csatornádat? Én azt vettem észre, hogy most már egyre inkább tolódik így a 18 és 25 év között, mert rengeteg követőm, amikor én elkezdtem, még annó, ők már követtek engem, és olyan velem nőttek fel. Nőttek fel, igen, és maradtak. És nagyon örülök annak, hogy már egyre több ilyen fiatal anyuka is követ például, meg rengeteg kutyás, akiknek kutyusok van, követnek engem, és ők is az idősebb, 25-30-as korosztályban már követnek. És ameddig mondjuk tinik néztek túlnyomó részt, addig jobban odafigyeltél arra, hogy mit raksz ki? Vagy ugyanazt csinálod, mint akkor, soha nem volt korhatáros az, amit te csináltál? Soha nem volt korhatáros, nem. Viszont... Jó, és nem arra értem nyilván, ja, tehát nem egy soft pornóra gondolok nyilván, a Dáviddal, csak hogy... De hogy nem csináltam soha olyasmit a videóban, ami szerintem, amit nem nézhet nem meg egy fiatalabb korosztály. Változtak a tartalmaim, ahogy én is
Dövöm. Ahogy te is változol. Igen. Igen, idősödök. Igen. Úgy, ahogy én is változom, ahogy mondtad, más lett a tartalmam. Tehát, hogy most már nem ezeket a smink kihívásokat csinálom, néha teszek fel olyat is, mert hiányoznak, hanem tényleg ez a kicsit egyszerűbb mindennapi témák. De akkor ilyen komolyabb hangvételű, mondjuk, amikor állást foglalsz valami mellett, ilyen hangvételű videók nem szoktak nálad lenni? Most olyasmi típusúra gondolsz, mint amiket te szoktál? Nem, hát amiket én szoktam, én azt értem, hogyha más miért nem csinálja, tökre oké. Persze, tehát nem arra vagyok kíváncsi, hogy időnként elküldesz-e valakit a ***ba, hanem hogy, mert nyilván ez nem is biztos, hogy a te karaktered, sőt, valószínűleg lehet, hogy egy konfliktus kerülő lány, vagy egy olyan, igen, tehát hogy a magánéletedben se vagy az, aki úgy nem tudom, de hogy van olyan dolog, ami annyira kihúzta nálad a gyufát, hogy így beállsz mögé, mellé, és azt mondod, hogy ebbe viszont már neked is fel kell szólalnod. Lehet, hogy pont nem fog az az üdítős cég velem reklámozni, mert éppen a másikkal is reklámozott, de az olyan dolgot csinált, ami nekem már nem sok. Én abszolút erre a gyerek bántalmazás dolog mellett állok ki, tehát nagyon sok videómban... Mert hogy ellen. Ellen állok, igen. Igen, ebben sem te vagy az első, aki igen. Tehát, hogy tényleg nagyon sok videómban beépítve is beszélek erről, hogy tényleg ezek a negatív kommentek milyen hatással vannak a depresszióról, hogy ez egy létező dolog, és igenis van, hogy kell segítség, és el kell menni pszichológushoz, hogy arról van szó. Tehát, hogy emellett kiálló. Másik az, hogy tényleg ez is annyira klisé, de hogy hogyan fogadd el önmagad. Tehát én erre tök jó példa vagyok, mert rengeteg ilyen vékony lány beszél erről a YouTube-on, hogy fogadd el magad, nézd, én így edzem, és akkor így étkezem, és amúgy is ilyen vékony voltam, most még inkább vékony vagyok, és kérdődöm. De ez a bőrréteg, ez már nem jó, ezt most megyek, és akkor a krasznaival leszedetem. Annyira fel tud idegesíteni, és ki vagyok tőle, hogy itt vagyok én, aki csak ránéz egy sajtburgerre, és meghízik 10 kilót. Ugyanígy történik. Most, hogy beszéltünk róla, most is hisztam. És szenvedek attól, és hogy túl, tehát hogy olyan dolgokat éltem meg, mindig is problémám volt a testemben, mindig is utáltam az alkomat, nem tudtam elfogadni magamat egyszerűen, és még most is napi szinten nem tud jönni az, hogy úr sem biztos jó vagyok, így főleg mikor az Instagramon látjuk az ilyen tökéletes vékony lányokat, és például erről is csináltam videót, hogy beszéltem erről, meg lássák azt, hogy nem kell mindenkinek ilyen tökéletes vékony lánynak lennie, akkor is tudsz csinos lenni, akkor is tudsz jól öltözködni, akkor is ugyanolyan ember vagy, mint a... Az, amiről te már most beszélsz, aztán nem is kulturális, de a személyiségfejlődés egy gyereknél mindenképpen nagyon fontos. Igen. És ez tök jó, hogy 21 évesen egyébként ilyen dolgokról beszélsz, mert egyébként... 22. Bocsánat, 22. Nem akartalak fiatalítani, Isten ments. Mert hogy az egyébként tényleg egy nagy tanulság, hogy ugye itt vannak ezek a 25 és fél kilós kislányok, akik mondják, hogy jaj, de hát fogadd el önmagadat, hát neked könnyű elfogadni magadat, hát nézd én rám, tehát én is azt mondom, fogadd el magadat, de minden reggel és minden este ráállok a mérlegre, sírok a Patriknak, hogy nem hiszem el, nem hiszem, megint ennyi, és mondja Patrik, hát persze, hogy ennyi, hiszen semmi más nem csinálsz, csak zabálsz, és ennyi. Az a baj, hogy én itt vagyok én például, aki elkezdett odafigyelni arra, amit eszik, edzem rengeteget, tehát, hogy gluténmentesen étkezem, lassan, teljesen húsmentesen, tehát, hogy mindenre is odafigyelek, és mégsem tudok fogyni, és anyukám mondta meg, mert te ilyen alkat vagy. Mivel foglalkozol most? Most csak az a youtuberkedés van neked? Nem, most van főállásom végül is. Egy iskolának, egy művészeti sulinak segítek, és akkor nekik csinálok ilyen videókat az ő YouTube csatornájukra, mert segítek a marketinges dolgaikba. Van olyan vlogger, youtuber, akire azt mondod, hogy hú, de jó, hogy van, és hogy én is követem, és szeretném, a gyerekeim is követnék, és ti is kövessétek, és... Ez szerint, hát én, akit azt mondanak, ez a Pam kutyáik, mert rengeteg ilyen, hát sok tudományos videót is csinálnak, amik nagyon érdekesek. Én az összes videóikat megszoktam, én ismerem is őket, nagyon kedvelem is őket, és nekem egyszerűen nekem tetszik az, amilyenek a videóban, hogy ilyen megmaradtak ilyen szerények, ahhoz képest, hogy egyébként ők az egyik legnagyobb youtuberek, és azt mondom, hogy tényleg tartalmat készítenek a YouTube-ra, tehát tényleg ilyen fizikai kísérleteket, amik tök érdekesek és nagyon jól jöhetnek a gyerekeknek, vagy az utazással kapcsolatos videóik, tehát hogy így... Össze vannak rakva. Nagyon, abszolút. Nagyon. Figyelj, ők abszolút. Mi lesz Réka 10 év múlva? Akkor már lesz porongy? Persze. Azért érdekes ez a kérdés, mert pont erről beszélgetünk Dáviddal egyik nap, és azt mondom neki, hogy 22 éves vagyok, és majdnem elértem mindent az életemben, amire vágytam. Ó, oh, de hogy még? Hát, de várjál, a gyereken kívül. Tényleg, ami nekem a fő dolgok voltak az életemben, én azt mindent
Én, amire mindig is vágytam az életemben, az az, hogy tényleg tudjak a zenével foglalkozni. Nyilván még nekem is benne van az, hogy szeretnék mondjuk egy nagy parkos koncertet egyszer, de hogy alapvetően azt megkaptam, hogy foglalkozok a zenével. Azt, hogy majd feleség legyek, azt is mindjárt megkapom egyébként, tehát hogy 2 éven belül feleség leszek, de bízom benne, hogy addig nem lesz semmi. Igen. De hogy legyen egy nagy olyan házunk, amire mindig is vágytunk, ez is mindjárt megvan. Ez már akkor nem albérlet, hanem ez már tiétek lesz? Igen, uh-huh. Igen. A lakás, a ház is, mert mi ez a lakás, amivel lakunk, ez is a saját. Aha. De, tehát hogy, ja és a másik, amit még gyereket szeretnék, ugye? És ezek közül már annyira rajta vagyok a dolgon, az mindenen. Tehát, hány kis konkoly fog otthon szaladgálni? Mi a terv? Kettőt szeretnénk. Gondolom egy fiú, egy lány, egyáltalán nem klisésen. Nem? Két lány legyen? Dávidnak erről mi a véleménye? Egy fiú, egy lány szeretne, vagy inkább két fiút. De szóval visszatérve egyébként erre a 10 majd a felnő eldönti, nem? De a mai világban nem viccel. Egyébként igen. Tehát ugye visszatérve a 10 éves dologra, az biztos, hogy gyereket szeretnék is. Én lehet, hogy 10 év múlva szeretnék egy kicsit egy ilyen lelassultabb életet, amikor tényleg úgy, miért? Én velem van egy kettőség, hogy van ez a nagyon jó, akkor járjuk a világot, és akkor most énekelek, vagy van az a másik, ami az az anyuka, aki otthon van a gyerekeivel, kertészkedik, elmegy biciklizni velük, és én lehet, hogy 10 év múlva arra vágyok, hogy én akkor otthon legyek, és együtt legyünk, és inkább a család. Ha már vloggerek jönnek hozzám, akkor ezeket az ilyen kis vlogger csemegéket, ilyen kis betéteket, akár amik benne szoktak lenni a legtöbb videóban, ezeket én is felhasználom, és hát mivel, hogy rólad köztudott, rólam kevésbé, de hogy te nagy Harry Potter rajongó vagy, és ezt már megbeszéltük mindketten, hogy én még máig várom a levelemet. Hogy... Én megkaptam szülinapomra. Igen, te megkaptad. Szóval ez a lényeg, hogy te is fölteszel egy kérdést Harry Potterben, én is, és ha eltaláljuk, akkor egy pont, ha nem, akkor be kell venni egy ilyen csoda cukrot. Nem mindegyik csípős, csak mondjuk ugye 2/3. Hányan vannak testvérek Weasley-ék? Hát van Ron, Ginny Weasley, akkor az ikrek. Igen, az 2. És akkor még van a... Bill. A Bill, igen. Percy. Tényleg. És van még egy. Nagyon nem tudom. Nagyon rossz voltam a Weasley. De ezeket így tudtad fejben, ne? És tényleg nincs ideírva. Ne. Akkor Harry Potter trivia-t játszottam, ezekre sose tudtam a választ. Nem kellett megnéznem. Azt mondtuk, hogy mindegyiken van. Csak valamelyiken több, valamelyiken kevés. Fú, és ez a... Záptojás. Jó, rendben, te jössz. Esküszöm, amúgy a csípős íz a legjobban. Igen? De ja, a tojás, ilyen záptojás, tényleg az? Nem, soha nem kóstoltam. Milyen cukorkát készít Bakai Berti? Hát minden ízűt. Igen. Minden ízűt rasszél. Jó, hát azért... Tudtam volna, hogy... Jó, hát mondtam, hogy ne legyek túl nehezek, de hát azért ezt nem gondoltam, hogy... Jó, amúgy ez volt a legkönnyebb. Hány karika van egy Quidditch pályán? 6. Így van. Jár a keksz. Miért lett Voldemort gonosz? Miért lett ennyire beleig gonosz, és érted? Hát nem tudom, mert... Hát erre nagyon sok oka lehet tulajdonképpen. Amúgy egy van, ami... Egy kifejezett oka van? Jó, nem tudom. Azért, mert Voldemort, tehát hogy a szülei, anyukája szerelmes volt egy férfiba, de a férfi nem szerette viszont, ezért szerelmi bájitalt kevert, nem tudom amibe. És így született meg, és akik ilyen bájital hatása alatt születnek, azok nem tudnak szeretni. Na jó van. Ez azért érdekes volt, nem? Igen. Csak azért te is egy életnyed. Ez melyik ízű? Cékla. Mi van olyan ízű, cékla? Az a fejed sprájt lesz. Még is ilyen fejet lelkedtem. Szerintem ez cékla. De a cékla az finom. Utálom a céklát. Az a baj, a csípősre ráiszom még. Vagy van ilyen íz benne, olyan tudtél nincsen. Akkor lehet, hogy földi giriszta, nem tudom. Nem ettem még földi girisztát. Hogy hívták Dumbledore húgát? Dumbledore húgát? Ja, várjál. Jó. Ariana? Igen. Milyen Dobby-nak a sírján?
sírfeliratán. Feltámadunk, nem tudom. Nem. Itt fekszik Dobby a szabadvaló. Tényleg, itt fekszik Dobby a szabadvaló, tényleg. Tényleg, tényleg. Ez fahéjas. Ez jó. Az nekem jó. Nagyon csípős is. Ami nekem is nem, már nem érdekel, mert csak a csípést érzem a nyelvemet. Nem, azért nem kell szétrágni. Lehet. Mivel foglalkozik Hermione édesanyja? Te direkt szívatsz, anyja. Figyelj, kitál valami ízét kérdezni. Ez elhangzik. Hát elhangzik, de én sose ezekre figyelek. Nem tudom, várj, igen, hogy... Nem valami ízé? Nincs véd, vagy ilyesmi. Nem. Akkor nem tudom. Azt gondoltam, hogy nem vagy el. Segítek egy picit, már így is úgy is kell lenned. Igen. Ugyanazzal, mint az édesapja. Azt gondolja, ez a segít nekem. Fogászok. Fogászaton dolgoznak. Ki. Legyél egy pirosabb. Miért nem egy véd? Azon van a jó buli. Aha. Valamelyiken nincs egyébként, úgyhogy... Na... Milyen? Karcos murci? Szerintem ez föld. Ez a föld? Aha. Szerintem egyébként tényleg nagyon mocsok ízek vannak ebben. És nem tudom, hogy pontosan... A csípés az nem is, az már nem számít. A föld? Igen. De ti kóstoltátok már ezt amúgy? Vagy aha, azért ilyen? Tudom ennyire őket. Aha. Szóval milyen ízű volt, ha már itt tartunk, az a minden ízű drozsé, amit nem Dumbledore megkóstolt a nyengérkedőn. Drúcsú. Az a baj, hogy nem tudom pontosan, mert azt mondja, hogy fiatal koromban, hogy fiatal korában evett valamit. Igen. De ettől a karameltől nem kell félnie. Igen, és akkor... És bekapja, és nem tudom, kísértet? Nem. Akkor mi a kísértet íz? Ne! Fújszerint! Ah! Ez már mi hány? A tojás! Bocs, ezt meg kell ugye. Ah! Hogy... Na és én ezt már ettől egy ilyet. Hogy tudják eltalálni? Hogy lehet valaminek rohadt tojás íze? Ezt tudja, hogy nem megint. Lábszag íz van a számban. Én is akarom tudni, milyen szagú lett már a szám. Ilyen kígyót engedett szabadon Harry a bölcsek kövében. És itt pontos meghatározást szeretnék, tehát hogy... Pontos meghatározást? Figyelj, ez... valami óriás kígyóval. Ennél azért egyre pontosabbra gondoltam. Nem, most már ennet kell. Burmából származik, a burmai pitorról van szó, ugye? Egy burmai pitorról. És akkor ott megkérdezi, hogy te onnan származol? Figyelj, biztos, hogy most addig fogsz válogatni, mert annyi rossz választhatnál, ameddig ezt a lábszagút nem eszed még egyszer. Nem, ezt figyelj, ez undorító, szerintem az lesz, próbáljuk ki azt, ha nem, az akkor ez. De én már ettem egy olyan tojást, azt tettem el. Értem, hát sajnos Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek, tehát hogy itt most már nincsen. Melyiket ezt mondod? Ha nem az, akkor a másik lesz. Addig keressük, míg az nem lesz. Ez az. Ez az? Szerintem kamuzol, szerintem nem is az, csak eljátszol. Most már még jobban érzem ezt az ízt. Olyan, mint hogyha a kínai cipő talpát, tudod? Undorító. Ezzel búcsúzunk tőletek, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el kis csengőt nyomni, Réka összes mindenféle elérhetőségét megtaláljátok természetesen a bióba. De még mielőtt elbúcsúznánk, azt azért gyorsan elmondom nektek, hogy az Okitel olyan jó fej volt, amikor mondtam, hogy elindítjuk az egy kanapénnak a kis testvérét a webkanapén, akkor mondták, hogy küldenek nekem 4 darab telefont, amit sorsoljak ki a nézők között, úgyhogy...
Mazel tov, úgyhogy ezt a telefont lehet megnyerni, hogy azt már mutatom is. Ha szeretnél boldog tulajdonosa lenni a 4 darab Okitel C18 Pro készülék egyikének, akkor nincs más dolgod, mint bekövetni az Instagramon engem és az Okitel hivatalos oldalát. Ha ezzel meg vagy, keresd meg az Instámon a képernyőn látható nyereményjáték posztját, lájkold és jelöld meg egy barátodat, hogy ő is értesüljön a nyereményjátékról. Minden linket megtalálsz a videó alatt. Sorsolás az évad végén. Na, szóval, hogy ezt meg lehet nyerni, ezt ide visszateszem, mintha mi se történt volna. Hogy mit tud ez a telefon pontosan, ezt majd az előző videómban már megnézhetitek, majd ezt megtaláljátok a leírásba. Hát nekünk nincs más hátra, mint előre, mint hogy megköszönjük figyelmeteket. Ne felejtsetek el feliratkozni, nem csak rám, hanem Rékára, és nézzetek át a csatornájára, mindent megtaláltok lent itt a videó alatt. És hát természetesen még vár rád egy falat. Igen. Még egy... Ez jó, ezt csak szabtam. Ez... Elfogyott a vízi. Ez... Amikor ezt mondta, ez csak szabtam. Igen. Ez olyan, mint az Oviban volt a régi fogkrém, csak nagyon csípősen. Na mindegy. Szóval köszönjük, hogy itt voltatok, minden info lent a videó alatt. Gyertek legközelebb is. Sziasztok!